Kedves versenyző, kedves szülő, kedves kollégák, a versenybizgalom egyik része véget ér, amely a versenyt nem először. Egy másikfajta izgalom következik ezután, de mégis szeretném, ha fokozunk egyébként az izgalom, azaz egy kis idő visszaérünk a gyerekek, a szülők figyelmével, mert azért legyünk őszinték, a 25 év azért csak 25 év, és az a 25. rendezvényünk, ez a mostani matematika verseny, ezért illik egy kicsit megemlékezni erről a 25 évről. Egy pár gondolatban szeretnék erről szólni. A Tárnaszéki matematika verseny 25. döntőjének a célegyenesítőt tesztük. Negyedszázadnyi idő egy ember életében is visszanézésre késztett, saját sorsának, élettörténetének áttekintésére, hát még egy olyan verseny, amely töretlenül ugyanazt a változatlan célt szolgálja a matematikában tehetséges gyerekek fejlesztését. Ha létezne olyan adatbázis, amely ennek a 25 évnek minden döntőse sorsát összegyűjteni napjainkig, akkor szűken számolva alkalmanként 100 részvevővel, az átfedéseket is beleszámítva, legalább 2500-3000 emberi sorsok életpályát kellene számolni. Vajon hány mérnök, tanár, közgazdász, orvos, matematikus, kutató van ebben a létszámban? Hány gazdasági elemző, pénzügyi szakember, programtervező, informatikus, és még sorolhatnánk. A pályaivány nagyon sokféle lehet, de a forrás közös, ez pedig a matematika, amelynek gondolkodást fejlesztő, gondolkodást fegyelmező hatása egyértelmű. Igaz ez akkor is, ha a sors, az egyéni érdeklődés valami a humán műveltség felé terel, de gondolkodásának, racionalitásában ott a matematika. A versenyzők után tovább számolásra késztett bennünket a mögöttük álló szülők számot, akik féltő gonddal gyakran a versenyző gyerekekét meghaladó izgalommal várják az eredményedet is, és hány hasonló versenyen még Kalmár, Gorgész, Kenguru, Katedra, stb. Látom magam előtt az iskola egy-egy sarkában húzódó anyukákat, apukákat, felkészítő tanárokat, akik a versenyző gyerekek természet adta a menedzseletjét, 10 perccel a verseny befejezése után már újra oldják, közösen értékelik a megoldásokat, dagolgatják az eredményeket. A javítók tudják, milyen kevés a 2 pont az 50-ből, de mégis lehet, hogy 1 pont dönti el a helyezéseket. És egyébként is, a múltkor ő lett az első 2 pont előnnyel, talán ma nekem jön ki jobban a lépés. Hiába tudjuk, hogy az emberi sor szempontjából a 2 pont nem számít, de most kell a győzelem, és ehhez kell a 2 pont. A szülők az érzelmek fűtik ebben, a gyermekei iránti szeretet és vár, hogy előbbre kerüljön, a felkészítő tanár, aki elperracionálisabb, az a siker, amely a fénycsóvájával, a tanítványára repül, visszavezeti tőle is. Eltelt 25 év a versenyindítása óta. Sok versenyző mellett sok olyan neves tehetséggondozó tanár is részese volt a versenynek, akik felkészítői tapasztalataikat adták át a jelenlévő kollégáknak, hogy olyan gyémántjait csillantották meg a matematikával, amelyet maguk csiszoltak drága tőlük. Nem vállalkozhatom arra, a teljesség sérülése nélkül, hogy belefogjak az ő felsorolásukba. De azt sem tehetem meg, hogy olyanokat ne említsek, akiknek már csak az égi katedrában lehetőségük megismételni egykori Tárnaszéki előadásaikat. Mint például Kővári Károly, pianista szerzetes tanár, aki a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumnak 25 évig volt tankönyvíró, tanterv szerkesztő tanára. Aki diákjai egyszerűen csak kavicsnak neveztek, és ezzel a profán névvel vonult be a matematika tehetséggondozás történelme könyvébe. Tevékenységéért, sok kitüntetése mellett megkapta a tehetséggondozó tanárok legfontosabb kitüntetéseit, a Beckermann-díjat, a Rácz tanár úr életműdíjat.
1923-tól 2003-ig élt. Vagy Urbán János budapesti matematika tanár, aki az ELTA analízis tanszéken tanított, vagy az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa volt, később a Kalmár László matematika verseny szervezője, tankönyvíró. Ő is részesült Bekemaló díjban, Apáczai Csere János díjban és a Ráczkaláló életmű díjban. 1939-től 2012-ig él. Haláláig szinte minden évben jelen volt a Vátaszéki matematika versenyen. Hogy Rejnó István, aki előbb az ELTE geometriai tanszékének, majd a Budapesti Műszaki Egyetemnek volt oktatója, később tanszékvezetője. A Nemzetközi Matematikai Diáklépián magyar csapatának felkészítője évtizedekig. Neki is a kitüntetései az Apáczai díj, az Erdős élet és a Ráczkaláló életmű díj, valamint a Magyar Köztársaság érdemlet tisztviselői keresztje. Ő 1927-től 2012-ig élt. Hogy Szentrői Julianna, aki 1970-ben kezdte az Országos Pedagógiai Intézetben munkatársként a matematika tanítás korszerűsítését, aki Varga Tamás vezette csoportban dolgozott. Társszerzője volt az 1978-ban megjelent matematika tanterve, ehhez ugyancsak társszerzőkkel, útmutatókkal, kézikönyveket, tankönyveket írt. Megtervezte és megszervezte az új tanterve tanítására felkészítő iskolatérével segített regionális tanfolyamok rendszerét. Később szakközépiskolát és műszaki szakközépiskolát matematika tanításának gondozója, az OKT, de még is érettségi felelős munkatárs volt az Országos Pedagógiai Intézetben. Később az Országos Közoktatási Intézet munkatársa, ami 1991-től haláláig a Budapesti Tanító Képző Főiskolán tanított, ahol az ELTE Tanító és Óvodő Képző Főiskolai Kar matematika tanszékének a vezetője volt. Kitüntetései neki is a Bekemaló díj, a Széchenyi professzori ösztöndíj és a Kis Árpád díj. 1948-tól 2013-ig élt. Hogy Oláh György szlovákiai matematika fizika szakos középiskolai tanár, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség alapító tagja, aki 1991-ben elindította a Nemzetközi Magyar Matematika Verseny Szentélyi Félvidéki Kárpátaljai Felvidéki és Magyarországi Diákok Felvonásával. Szintén az ő nevéhez fűződik a Nagy Károly Matematikai Diák Találkozó, amelyet Révkomáromban a gimnáziumban rendezett meg. Évente 200 diák vette fel részt. 1999-ben jelent meg a Határok Túli Matematika Versenye című könyve, nem véletlenül írták róla, első rendű matematika tanár volt, aki utolsó leheletéig a szívén viselte a magyarság sorsát és annak ügyén munkálkodott. Kétszeres Bekemaló díjas, a Felvidéki Magyar Pedagógus díj tulajdonosa, elnyerte Komárom város polgármesteri díját. Halála után feleségével, testvérével és annak feleségével megosztva magyar örökségdíjasok lettek. 72 éves korában 2012-ben. Kedves hallgatóság, bizonyára felfigyelt arra, hogy akiket megemlítettem, majd mindannyian részesültek a Ráczkaláló életművíjban, amelyek olyanok kapnak a természettudományok területén életüket a tehetséggondozásnak áldozták, ne csak a sikeres tanítvány, de annak támogató tanára is kerüljön egy-egy alkalommal a rivalatfényre. Ezt azért kell elmondanom, hogy a 25. Vátaszéki Matematika Verseny döntőjének a fontos pillanatában elmondhassam, versenyünk kigondolója, 2,5 évtizedes mozgatója Károlyi Károly tanárnak is érdemelt a tevékenységért a Ráczkaláló életmű díja 2013. novemberében. Köszönet neki a sok éves munkáért, és gratuláció minnyájunktól a kitüntetéshez. Kívánjuk, hogy a folytatáshoz is legyen ereje, és a 26. 27. és így tovább versenyeken ismét találkozhasson az a kirajzó ritka faj, akinek életük és élményük a matematika. Köszönöm a figyelmet!
figyelmüket, a kicséreteket illetően, most kezdődjék valóban a díjkiosztás. De a díjkiosztásnak van még egy megelőző része, tovább említjük ezt a húr. Vannak olyan kollégák, akik 25 éven keresztül követelő rendszeresen minden évben részt vettek a matematika verseny döntőjének munkálataiban. Károly Tamáról ezeket a kollégákat kívánja szólítani, és szeretném megköszönni az ő munkájukat. Jó, a szólítás állítólag az én feladatom marad, és Tamáról fogja átadni a oklevelet. Szulovec Erzsébet tanárnőnek, aki 25 éven keresztül tagja volt a versenybizottságnak. Hűvész János két alárműnek, aki 24 alkalommal lett és Árváné Boba Mária tanárnője, aki 20 alkalommal vett részt a matematika verseny döntőjében.